Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket Kisoroszról, ebből az északbánáti kisfaluból, melynek lakosai ugyanazokat a terheket kénytelenek viselni, mint az egyéb kisebb települések lakói. Szüntelenül a megélhetőségi lehetőségek javításán fáradoznak, és azon, hogy hagyományaik ne merüljenek feledésbe. A CVS vendéglátásról ismert település nyitott valamennyi látogató előtt. Az adás folyamán erről önök is meggyőződhetnek. De még mielőtt nézőinket egy itteni sétára invitálnám, szokásunkhoz híven zeneszámmal kezdjük a Jó Estét Vajdaság nevű szórakoztató műsorunkat. Következzen tehát a kisoroszi öreg fiúk együttes, amely alkalomattán és kettellésből szórakoztatja a lakodalmas zenekedvelőit. Fogadják őket szeretettel! Erről arról örözödik az ég alja, a rózsámnak nem tudom mi a baja. Akár merre fordítgatom az ölemmel, nem szól semmit bánatos a gyönge szíve. Akár merre fordítgatom az ölemmel, nem szól semmit bánatos a gyönge szíve. Erről arról örözödik az ég alja, a rózsámnak szalvaj a feje alja, nem is lehet mindenkinek vetett ágya. Én sem fekszem a régi libatolos ágyba, nem is lehet mindenkinek vetett ágya. Én sem fekszem a régi libatolos ágyba. Mindenkinek vetett ágyam, én sem fekszem a régi libatolos ágyba. Nem is lehet mindenkinek vetett ágyam, én sem fekszem a régi libatolos ágyba. Papát falváról jöttek az őseink, palócok, kunok, jászok, magyarok keveréke. Az apátfalvaiak, akik majd a törököt miután kiűzték innen 1716-ban, akkor a palócok kezdtek délre visszajönni, keresve ugye őseiknek a volt hazáját, apátfalvát, Makót, stb. Szeged környékét, és azok a akik ott letelepedtek 1750-be, 1770-ig már a föld, amit kaptak bérbe urbéri ugye, szolgáltatás mellett, kénytelenek voltak a sok házatlan jobbágy, pontosabban zsellér, kirajzolni, és elkezdtek errefelé, délfelé jönni, de délre nem nagyon engedték őket, mert amikor felszabadították ezt a vidéket, akkor egy kikötése volt Szabolyai Jenőnek, aki az egyik tábornokát, Merszi tábornokot megbízta tizenvalahány dologgal, és amit meg is csinált becsülettel, de egy dologban azért vétkes volt, mert azt mondta Jenő, hogy a magyarokat ide engedni tilos. Miért? Miért? Hát Rákóczinak éppen akkor fejeződött be a, ugye? Igen. Érti? Igen. A szatmári béke után történt ez, 11-ben volt a szatmári béke, 16-ban pedig szabadult föl ez a vidék, tehát a magyar egy rebellis nép, és ide nincs helye visszajönni. Majd csak amikor Merszi meghal 33-34-ben, akkor kezdenek szállingózni, addig ő fogdostatta, megfogta, nem ő, hanem az ő emberei, és visszatoloncolták a Szeged vidékéről délre kirajzott dohánytermelőket, mert a politika az volt, hogy németeket és szerbeket telepíteni erre a vidékre, magyarokat nem, mert a magyar, ugye megmondtam, hogy egy lázongó nép volt, és németeket kész házak várták. Kistószegen 68, Nagytószegen 68, kész ház várta a települőket, és 34 hold föld, 8 hold őszi vetés, 8 hold tavaszi vetés, 8 hold az parlagon hevert, pihent az a föld, és 6 hold volt, nem tudom,
kaszáló, három hold legelő, és egy hold pedig kerti, házi föld. Tehát mindenki kapott, ugyanígy kaptak 34 holdat, ez volt egy szesszió, ez volt egy jobbágytelek. Jobbágytelketről hallottuk, de ez ekkora nagysága. 34 és a kisoroszliak kaptak valamit? Semmit nem kaptak. Semmit, verem lakásokban éltek, rendetették itt nagyjából a terepet, és akkor fogták a grófot, és a nyakukba tették 1797-be. Ők már 1776-ban kezdtek ide szállingózni, 76-ban, 76, 86, 90, 91, 21 év múlva hozták gróf Csernyovic Pált, aki Mácsai gróf volt, és elkapta még az osztrák császártól Kisoroszit is, úgyhogy akkor 5500 holddal, előneve Mácsai és Kisoroszi Csernyovic Pál. Így tehát a magyaroknak volt földjük, kaptak bérbe a gróftól, mégpedig jó árenda és pontosabban úrbéri terhek mellett. A magyarság részére a legnagyobb megrázkódtatás akkor következett be, amikor a földet a grófok elveszítették, mégpedig Sina Simon után gróf Zicsi Ágost vette meg, majd őtől örökölte a veje és a lánya, és a nép könyörgött a grófnak, hogy adja el a földet. Ők megveszik, hiszen Tordát megvették Pejácsevicstól 8500 holdat a nép. Itt a szomszédba Csernyeit pár ezer holdat megvett a nép. Ezért tessék megnézni a két falut, hogy hogy néz ki, meg ezt a falut, hogy hogy néz ki. Természetesen ott mindjárt jobban indult a nép. Na most, a megrázkódtatás akkor következett be, amikor Zicsi azt mondta, hogy nem adom el a földet. Nem adta el a földet, és bekövetkezett az első világháború, és az első világháború után elvették tőle a földet. Elveszik tőle a földet, meghagynak 500 holdat, és a többit pedig szétosztották az önkénteseknek, akik a szerb önkéntesek voltak az első világháborúban, szoloni önkénteseknek, és kérem szépen, ott egy nem tudom hány 400-500 család kap 9 hold földet, meg egyebet, és a magyaroknak nem jött ebből egy hold sem. Kicsit fölvirágozása a gazdaságnak, meg az emberek jóléte akkor kezdett kicsit pozitív irányjá menni, amikor 1950-es évek után, amikor Tito azt mondta, hogy nincs zadruga, nincs szövetkezet, és a falusiak kezdtek jószágokat, sertéseket, marhákat, vették a földet. Tehát úgy mondanám, 55-től mondhatom, hogy 85-ig volt az itteni magyarságnak jó. Akkor olyan értelemben jó, hogy bírtak teremteni alapot a megélhetésre. Az imént hallottuk, hogy a település milyen múltra tekint vissza, most az iránt érdeklődöm, hogy Kisorosz milyen jövő elé néz, milyen megélhetési lehetőségeket tudnak biztosítani a helybelieknek, legjobban a fiataloknak, hogy megmaradjanak és itt maradjanak Kisoroszon. Hát elsősorban, ami a helyi közösségnek a hatásköreit illeti, igyekszünk mindent megtenni, hogy minél jobb körülményeket teremtsünk ahhoz, hogy a fiatalok itt tudjanak maradni, és egy olyan minőséges életformát, életvitelt folytatni, ami esetleg hasonlít egy városi környezetre is. Szerintünk ez az, amit megtehetünk, és ez mellett még a kommunális infrastruktúrának, tehát az úthálózatnak, víz, vezeték, egészséges ivóvíz és hasonló dolgoknak a biztosítása, és az mellett még sokat törődünk az úgynevezett civil szférával is, Kisoroszon több mint illetve 9 civil szervezet működik, úgy a sport, úgy a kultúra terén, hagyományőrzés terén, tűzoltók, nyugdíjas egyesület,
és talán ezek az egyesületek bizonyos módon tartalommal meg tudják tölteni a mindennapokat, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy vonzó erő lehet, és egy fontos tégla abban az építményben, hogy megmaradjunk, mint közösség, és hogy ne veszünk el, főleg itt a szorványban, mert ugye sajnos sokkal több a temetések száma, mint a születések száma, és ez kihat az iskolában lévő gyerekek és elsősök számára is. Őszre talán csak sajna az egyik tagozaton 4-en lesznek, a másikon meg 10-en, 2 tagozaton folyik a tanítás. Viszont az, ami nagyon fontos és nagyon hiányos, hogy munkahelyeket, új munkahelyeket itt mi, mint önkormányzat nagyon nehezen tudunk teremteni. Ez másokra vár, ez a tisztség. Én remélem, hogy eljön az idő, amikor majd az unió felé jobban tudunk közeledni, illetve belépünk, és ezek az uniós befektetések talán biztosítanak új munkaerőket is, és új munkahelyek megnyitását itt Kisoroson. Azt az örömhírt tudom mondani, hogy tegnap írtuk alá Makóváros önkormányzatával a testvértelepülési nyilatkozatot, amely biztosíték elsősorban arra, hogy EU-s pályázatokon részt tudjunk venni. Ez mellett még Apátfalvával is együttműködés szerződésünk van, és romániai Apácával. Ezek testvértelepülések. Talán annyit még hozzá kellene tenni, hogy több mint 210 évvel ezelőtt a kisoroszok Makó, Apátfalva és Dorozsma településekről lettek ide telepítve, és ez egy fontos mozdulat a falunak az életében, mert 1797-től ugye szerepel, mint település a Csarnégyféle birtokon. Több mint 200 elhagyott ház van Kisoroszon, az 1100 háztartásból, tehát több mint 200 ház áll üresen, ami aggasztó tény. De viszont másik oldalról meg szeretnénk egyfajta fölhívást intézni mindazokhoz a városiakhoz, akik szeretnének egy nyugodt környezetben és egy rendezett környezetben élni, hogy szinte apró pénzért tudnak ingatlanokat vásárolni a faluba, és tessék, jöjjenek Kisoroszra, és jöjjenek itt velünk. Jöjjenek, és itt alapítsanak családot, hogy az iskolában legyenek diákok. Persze, persze. Itt a kisoroszi iskolában is minden tanévben mind kevesebb és kevesebb diák van. Tehát ez attól függ, mivel a szülők többsége, végképp a fiatalok, fiatal párok elmennek nagyobb városokban, mert nagyobb a lehetőség, hogy munkát kapjanak, de vannak olyan szülők is, fiatal párok, akik elmennek külföldre, Magyarországra, Kanadába, Amerikába. Mennyi magyar diák van? Hát a tagozatoktól függően a leglétszámosabb a mai 8. osztály. Hányan vannak? Ott 16-an vannak. De van olyan tagozat is, tehát ahol 5-en vannak, 18-an. Tehát igen, kicsik a létszámok, tehát kevés diák van. Szeptemberre mennyi kiselsőst várnak? Sajnos szeptemberben is kevés kisersősünk lesz, ha jól tudom, 4 úgy elsős lesz az első osztályban. A korszerű oktatás terén milyen lépéseket tesz az iskola? Tehát az iskola, és nem csak az iskola, tehát legfőképpen az igazgató igyekszik, törődik azzal, hogy mind újabb és újabb számítógépeket vegyen, szerezzen be, úgyhogy felsőtől kezdve, 5-től kezdve 8-ig minden osztályban, mint tantárgy, jelen van az informatika. A gyerekek igen pozitívan állnak ehhez, nagy az érdeklődési körük, nagyon szeretik ezt a tantárgyat, mert valójában ez a jövő. Thank you.
szerettette meg veletek a citerát? Amikor az előző generációkat hallottuk az iskolába citerálni, és amikor énekeltek, az egész iskola zengett, és nagyon jó volt a hangulat, és ezt nagyon megszerettük, és néha még hátuk mögé odalopóztunk, hogy hallgassuk, mikor a tanárnő, Indigo tanítónéni mondta nekik, hogy citeráznak, és őket is akkor dicsérte. Nagyon megtetszett nekünk, és amikor meghallottuk, hogy egy új citeracsoportot indít az iskolában, nagyon megörültünk neki, és szerettünk volna rögtön elkezdeni a citerázást, mivel nagyszerű élményeket értek el ők is, meg nagyon, nagyon szépen citeráztak, és mink is szerettük volna ezt elérni. Merre utaztatok, milyen eredménnyel? Hát felléptünk már a környező helyiségekben, Kikindán, Mokrimban, Muzslán, Magyarcsernyén, és így. Meg vendégszerepeltünk Magyarországon, Makón, ottan, hát elég jó volt. Rita tavaly nyáron Amerikában részt vett, Chicagóban, hát így vendégszerepelt ő is. És a szó is így szóljon, milyen eredményt értetek el? Hát ott is nagyon jó, mindig elérünk diplomákat, nagyon jó volt. Még az aranyciterán is szoktunk részt venni, mindig. És mindig fölfigyelnek rátok, hogy milyen szépen citeráztok. Hát igen, jól van, voltak már, amikor nem értünk el helyezést, nagyon sajnálom. És amikor elmondták a véleményüket a munkátokról, azt megszíveltétek. Igen, próbáltuk, hogy ezt betanuljuk jól a hibáinkat, és utána jól elciterázni, muzsikálni. Mennyit szoktatok gyakorolni? Hetente szoktunk gyakorolni, viszont fellépések és versenyek előtt minden nap, vasárnap és szombaton is. Nyáron citeratáborokba szoktunk elmenni. Tavaly voltunk a Szójsípszói által megrendezett táboron, Bajsán, előző évben pedig Temerinben, Bajmokon, és itt egy hétig keményen gyakoroltunk. Sokat köszönhetünk a Borsi Ferenc tanárunknak, akitől sok szép népdal sajátítottunk el. Van-e kedvenc tantárgyatok, vagy csak citerázni szerettek? Citerázni. Matematika, fizika, történelem nem volt benneteket? Hát, mondani volt, de a citerázás jobban. A citerázás jobban. Azért, mert most egy nyugalmazott fizika és matematika tanárt fogok fölkeresni. Hogyha érdekel benneteket, hogy milyen érdekes módon adta elő ezt a két szaktantárgyat, akkor nézzétek meg a most következő bejátszást. Történészként ismert itt Kisoroszon, hanem nagyon kedvelt fizikatanár és matematikatanár is volt, most már nyugdíjban van, és azok közé, a tanárok közé tartozott, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a szaktantárgyat érdekessé tegye a diákok számára. Mi mindent készített, hogy fölhívja a fiatalok figyelmét a fizika, esetleg a matematika tudomány szépségére? 1960-ban, amikor idejöttem tanítani, a fizika szertárban nagyon kevés fizikai eszköz volt, vagyis kísérleti eszköz, amellyel a fizikát lehetett volna csinálni, bemutatni dolgokat. Kénytelen voltam ahhoz folyamodni, hogy saját magam az akkori mester segítségével, aki a műszakit tanította, csináljunk eszközöket. De maga is nagyon szeretett barkácsolni mindig. Persze, hogy szerettem, azt szerettem éppen elmondani, hogy gyerekkoromban a nagybátyám és édesapám a malomba dolgoztak, és a nagybátyám gépész volt, mindent megengedett használni, úgyhogy néha fülig csupa olaj voltam, és itt szerettem meg a kézi barkácsolást, tehát barkácsolást a tárgyakkal, vassal, fával, mindennel. Ez az egyik, a másik a fizika szeretete, a harmadik pedig olyan tanáraim voltak, akik azt mondták, hogy mindent meg lehet csinálni, mert abban az időben nem, nagyon kevés fizikai eszköz volt, és akkor én ugye mindent meg lehet csinálni, nem mondták azt, hogy meg kell csinálni, szerettem a tantárgyat, szerettem előadni úgy, hogy valóban a gyerek lássa. Mert az fölkörte az érdeklődését, megszereti a tantárgyat, tanulja a tantárgyat, tehát így kerek.
Ez itt, amit látunk, egy félig kész optikai pad, de lehet vele dolgozni. A kép és a táj távolságából meg lehet állapítani, ki lehet számolni a lencsének a fókusztávolságát. Na most én megpróbáltam a Föld és a Hold kölcsön hatását bemutatni, de csak mint erő szemszögéből, mert a valóságban azok egységben vannak, a Holdnak a keringése és a Föld, itt pedig nem egységben, de az erő a két test között a vonzó erő ugyanaz, mert hogyha nagyobb erővel vonzaná a Hold a Földet, akkor elmozdítaná a Földet, ha pedig a Föld nagyobb erővel vonzaná a Holdat, akkor ránk esne a Hold, nehogy Isten. Ugye? Na most ez pedig ezt az erőviszonyt próbálja bemutatni, mégpedig megpróbálom úgy forgatni, hogy ez ugye ki fogja a Földet mozdítani erő szempontjából, tehát fölemeli, és valahogy egyensúlyban, na most az a pillanat, amikor a Föld és a Hold egyensúlyban vannak. Engedjék meg, hogy leüljek, és megmozgassam, tessék! Ehol van, csak arra vigyázzon, most itt van, ugye, mozog, és lent nézzék a Földet. A Föld majd emelkedni fog fölfelé. Kérem szépen, itt az áram semmilyen összeköttetésben nincs azzal a forgó résszel, hanem ennek az áramnak a mágneses tere, mivel váltakozó, a váltakozó mágneses tér pedig bárhol, bármibe, váltakozó mágneses tér fényben, áramot indítál. Tehát az lesz a második áram, a szekundernek az áram. A szekundernek az áramának is lesz mágneses tere. Tehát lesz két mágneses tér, az eredeti mágneses tér és a keletkezett mágneses tér. És ezek kölcsönösen taszítják, vonzák egymást, és ebből a kölcsönös és a kölcsön hatásból lesz egy ilyen forgó mozgás. Ez konkrétan Teslának a találmánya, a három és a többfázisú villany generátorok, motorok is így tovább. A fizikát a diákjaimnak legalább a 40%-a valahol alkalmazta. Főleg nagyon sok műszaki iskolába iratkozó diákom van, akik már befejezték középfokon, felsőfokon, vagy pedig főiskolai, vagy egyetemi szinten. Ezek technikusok, mérnökök, legtöbb az elektros. Tehát itt valahol vetettük el ennek a magját, mert állandóan volt fizikacsoportom, és a fizikacsoporton pedig kísérleteztek, mértek, szóval azt csinálták, amit szerettek, természetesen irányítva, és bizonyos fegyelem mellett, munkafegyelem mellett, és így emelt szintű oktatással foglalkoztam, és a tehetséges gondozással, mondjuk így. És ami a legfontosabb, mindegyikből embert faragott. Hát remélem, és úgy érzem, mert ha találkozok diákjaimmal, örülök én is, és örül a diákom is. A hangszerek is a fizika törvényei szerint működnek, adnak ki hangot, ezért most hallgassuk meg ismét a kisoroszi öreg fiúkat. Haza akar menni, de nincs kitérő
Most pedig egy olyan kisoroszi szemét szeretnék bemutatni, akinek nagy gyűjteménye van régi könyvekből. Talán logikus, hogy akkor az első kérdés az, hogy melyik a legrégebbi könyve? A legrégebbi könyvem a Magyarok Egyetemes Története Szójusz Eodoától 1884-ből. Bele is olvasott? Teljesen elolvastam, 2-3-szor is elolvastam. És mit tanult meg belőle? A magyar történelmet, teljes, az igaz történelmet tanultam meg, mert néha vannak hamisítások is, de az igaz, amit egy francia tudós írt le, és én úgy gondolom, hogy az valóban, hogy igaz. Nekem nagyon tetszik ez a könyv, a törvénycikkek 1000 és 1526. év ez a főcím, ahogy látom. Itt igen. Ebben milyen törvények vannak megírva? Itt a Szent Istvánnak a törvénye, meg van a Intelnek a Imre Herceg, az abban kezdődik, és 1526-ig a Mohácsi vészig való. Nagyon érdekes könyveket találunk itt. Hol szerzi be? Hogy jut ezekhez a könyvekhez? Sokat kaptam ajándékba, öröklítem is, és az antikváriumban. Szoktam ott a Magyarországon, a Szegeden szoktam legtöbbször az antikváriumban, még sűrűben jártunk át Magyarországra, akkor ottan szereztem be nagyon sok könyvet. Ezek a könyvek segítenek-e a település történelmének a megírásában? Természetesen. Most is készít egy könyvet? Igen, készítem a kisorosznak a történetét, de más szemszögből jobban az embereknek a történetét írom le, hogy amik történtek, gyilkosságok, örömök, amik történtek, halálesetek, ami olyan ritka, akkor ilyen gyilkosságok, igen. Ilyen... Itt azon... milyen könyvek vannak még, azon kívül, hogy történelmi és törvénytár? Látom, vannak állatorvosi, földművelési... Akkor vannak a régi naptárak, 1946-tól kezdve, már 45-ös is megvan, de minden évben meg szoktam venni azt is. Akkor az... vannak nagyon sok ilyen iskolai könyvek, amit egy tanártól örököltem, Bálint Endre tanárútól kaptam, és én úgy gondolom, hogy ezek a könyvek járultak ahhoz, hogy Magyarországon a 80-as évektől, 1880-as évek, 90-es évektől rengeteg tudós és Nobel-díjas lett, hogy az alapokat ezek a könyvek adták meg a tudósoknak. Igen, igen. Itt milyen gyűjteményt láthatunk? Itt a kisoroszi és kiszoroszhoz kapcsolódó íróknak a műveik vannak, de nincs teljes száma, mert például Hódinak, a Sándornak az is kisoroszi születésére 20 könyvet kiadott, de ő neki nincsen itten a... Akkor itt van Németh Imrének nagyon gyönyörű költeménye, ő meghalt 1999-ben, egy könyvet ki is adott itten, de ilyen rövidebb verseit adták ki, de a hosszabb versei, körülbelül olyan 100 verse nincs kiadva, és Gyula Jaksicsot, Zmájt és Radicevicset fordított magyarra, teljesen le van fordítva magyarra, és Puskint Goethe szintén fordított magyar nyelvre. De ebben a könyvben még vannak ilyen dalszerzők is, mert kisoroszi születésé volt Buchner, ifjabb Buchner Antal, aki az esztergomi bazilikának volt a főkántora, és kántorokat tanított szakmára. Uh-huh. Szakmára tanított. De talán ez is egy nagyon értékes gyűjtemény, amelyben mit foglal össze? Ez a kisoroszi emberek. És a külön címe Jaj a legyőzötteknek. És miért a legyőzötteknek? Azért, mert a kisoroszi magyarok nagyon sokat szenvedtek, már a régi világban is, mikor még a magyar világ volt, akkor a gróf használtak őket, utána pedig, mikor a jugoszláv horvát királyság megalakult, akkor pedig a magyarok nem kaptak földet, viszont az önkéntesek, akik bejöttek, azok 10 földet kaptak, a magyarok pedig szegény emberek maradtak föld nélkülek, és ezért nagyon sokan kivándoroltak, és legtöbbik béreseknek, szolgáknak szegődtek el, és nagyon szegény sorba értek. Szintén a II. Világháború, szintén egy kis csalódás ért bennünket, mert nagyon sok szenvedés ért a népet akkor is. Én leírtam az egészet, gondolom,
leírtam 1990-ig, minden be van írva. Vannak ilyen katonaképek, akkor vannak... De ez a családra vonatkozik? Nem csak a családra. Itt vannak közmondások, történetek, akkor ilyen minden lakodalmak, halotti szokások, általában kisoroszi szokásokról. A település egy tejházzal is büszkélkedhet, ahol a régi tárgyakat, kellékeket őrzik meg a feledéstől. Mikor alakult meg ez a tájház, és kinek köszönhetően? Igen, valamikor 2004-ben egy 10 fős csapat úgy döntött, hogy megalakít egy civil szervezetet, amelynek Torontál Magyar Oktatási és Művelési valamint Ifjúsági Központ a neve, és fő célunk az volt, hogy megőrizzük a kisorosz hagyományokat, kézműves szakmákat, de ehhez mindenféleképp úgy döntöttünk, hogy egy házra is szükség van, amelyből majd tájházat rendezünk be. Ez, mint ahogy látják, sikerült is, és nagyban tisztán a kisoroszi magyarság embereknek, magyar embereknek köszönhetőleg, hogy ezt a házat rendbe hoztuk, és az itt lévő ágyak, asztalok, székek mind a kisorosz magyarsága adta össze. Melyik a legrégebbi tárgy, esetleg bútor, amit itt látható? Ugye mind régi tárgyról van szó, de van egy tárgyunk, amely lehet, hogy nem is ebbe a tiszta szobába illik, de olyan régi, hogy mi kénytelenek voltunk betenni ebbe a szobába, az pedig egy harmónium, amely itt látható, amely 1832-ből származik. Kisoroszi kántornak a tulajdonában volt, és valahol a padlással utána ide került hozzánk. Meg is szólaltathatjuk? Meg is lehet szólaltatni, igen, pumpa, adjunk neki egy kis levegőt. Milyen tevékenység folyik itt a tájházban? Ugye, mikor mi ezt a házat 2004-ben sikerült megvenni, ezzel a házzal 1 hektár földterület is van. Vagy lehetőség van arra, hogy fejlesztjük esetleg ezt a területet. Abban a pillanatban kijött számunkra egy elképzelés, egy álom, hogy akkor még úgy neveztük, hogy kisoroszi kézműves falu, ma már falusi turizmusról beszélünk. Milyen rendezvényeket szerveznek? Igen, évente több rendezvény zajlik, kezdve a hagyományápoló rendezvényeink, itt említhetném a legnagyobb rendezvényünk a kisoroszi népművészeti tábor, ahol a szorványból érkező gyerekek vesznek részt minden évben. Íme már az idén egy 10. alkalommal, jubiláris alkalommal szervezzük meg. 2000-ben kezdtük, igaz, nem itt, akkor még a kisoroszi katolikus parokján, 2004 óta pedig itt ebben a helységben, 100 gyerekkel, 1 hétig tartó tábor, amely nagyon sikeresnek mondható, valamint a tábor végén egy gulyásfőző fesztivál zajlik. A rendezvényeken bizonyára a művelődési ház néptáncosai is részt vesznek, ezért most őket látjuk. Thank you.
helybeli testvériségegység művelődési egyesületben igen élénk tevékenység folyik. Milyen szakcsoportok működnek? Működik a néptánc szakcsoportunk. Két csoportban vannak kis táncosaink, meg fölnőtt táncosaink. Az imént kiket láttunk? Az előbb a Búzavirág fölnőtt néptánc csoportunkat látták. Működnek még színjátszók, meg versmondók. Ugyanúgy működnek még a helybeli vegyes kórus és a zenekarunk is. Hol lépnek föl? Vajdaságszerte föllépünk, ahol csak magyar lakta település van, meg ahova meghívást kapunk. Egyformán lépünk föl a színjátszók is, meg a táncosok is, úgyhogy szeretnénk az egész vajdaságot az idén is bejárni. Testvériségegység Művelődési Egyesület vegyes kórusát hallottuk. Mióta létezik? 10 éve alakultunk meg. Én 40 éve vagyok körülbelül a művelődési életben, és akkor úgy éreztem, hogy a színpadi deszkákról úgy lassan kiöregettem, és akkor volt egy olyan igényünk, hogy egy kórust alapítsunk. Akkor női kórusnak indult az egész, és utána csatlakoztak be a férfiak, így lett belőlünk vegyes kórus. Csupán népdalokat adnak elő, vagy más énekeket is? Nem csak népdalokat, mindig az alkalomhoz illő dalokat válogatunk, úgy történelmi, egyházi, tehát amilyen ünnepre készülünk, ahhoz alkalmas dalokat válogatunk. Milyen a hangulat a próbákon? Hát a próbákon a hangulat mindig kifogástalan, mert általában mindig meg szoktuk ünnepelni még minden mellé mindenkinek a névnapját, és akkor hát ilyenkor egy kis evés-ivás van, és akkor magyar nótákat is szívesen dalolgatunk, úgyhogy mindig nagyon jó hangulat van a próbákon. Kedves nézőink élvezték a kórus fellépését, addig mi helyszínt változtattunk, és itt vagyunk a Kisoroszi Virágüzletben, ahol nagyon sok hasznos tanácsot hallunk a virágtartással kapcsolatban, legyen az lakásban vagy vázában tartott virággal. Valójában itt a tavasz, itt a nyár,
hogyan fölkészíteni a virágokat, hogy kiültessük a kis kertbe, esetleg, hogyha a lakásban növényt tartunk, hogyan megvédeni, hogy az egész idő alatt szép és friss legyen. Elsősorban át kell ültetni, mivel a télen nagyon sok öntözéstől, meg a száraz levegőtől kiszáradt a föld, és át kell ültetni. Egy kicsit, ha a növény úgy igényli, akkor egy kicsit nagyobb cserébe, egy-két centiméter, gyökértől függ, egy-két centiméterre nagyobb cserébe, virágföldet veszünk hozzá, és átültessük. Javasolt-e a cserép aljába egy kis kavicsot rakni? Hát igen, javasolt egy pár kavicsot, meg homokot, és akkor jöhet a kész, én ajánlom a kész virágföldet, amit a üzletben lehet venni. Ezeket a szabba növényeket ki lehet ültetni a kertbe, vagy elkéretteni? Ezeket nem, még ki se lehet vinni, mert tapasztalataim szerint elhullanak a nagy nyári melegben. És akkor azért inkább bent, a legjobb bent tartani őket. Mikor legjobb locsolni a virágot? Hajnalban, reggel, korra délelőtt, vagy pedig késő este, napnyugta után? Hát inkább napnyugta után, de a nagy melegben lehet, hogy reggel is, meg este is már. Meg kell csinálni mind a kétszer, hogy napközben ne legyen semmilyen gond, hogy... A tápoldat mennyiségére ügyelnie kell, hogy mennyit teszünk az öntözővízbe. Igen, hetente egyszer, egy nap lehet tápoldatozni, és utána szünetelni, akkor utána megint vannak megfelelő tápoldatok, mindenféle fajta virágzásra, a szobanövényeknek is, a kinti balkonoknak is, muskátliknak is, mindennek. A menő, meg a narancssárga, ami majd a nyáron úgy nézem, hogy az fog menő lenni, de emígy az őszi színek ősszel, sárga, barna, meg ilyen. A piros, az mindig megy. Az mindig, az állandóan. A piros, a fehér. A fehér is inkább ősszel, télen. Igen. Inkább a piros, az mindig menő. Meg a sárga is valójában. Fájt ez előtt
már mostan elefették a bánon. A kisoroszi öreg fiúk bizonyára nagyon sok lakodalmat végigzenéltek, nagyon sok fiatalt hazakísértek. Nagyon sok emlék is fűzi. Hát elég sok emlék fűz. Úgyhogy ez a csapat, az együttes januárban alakult, mert mindnyáján másik csapatban, vagy másik együttesben játszottunk. De amikor kezdtünk zenélni, a bőgős és a primás együtt zenélt. Akkor tehát múlt az egyik elment katonának, másik erre, mind másik banda került össze. Most újra összejöttünk és csináltunk egy bandát. És maga a banda vezér? Hát most jelenleg én vagyok. Hány éve hegedül? Hát lehet mondani, hogy 25. Akkor abba hagytam, akkor újra kezdtem, és akkor így, mert most megint újra kezdtük. Mondhatom, hogy eljött az a kor, mikor a saját kedvüknek zenélnek? Igen, eljött. Nagyon sok fiatal hazakísértünk. Egy alkalommal, én lakodalom a muzsikátunk, ebben a végés, meg a hegelésen volt egy koncertünk. És készült a lakomhelyi falsangi alkalomban, hogyha minyasszonynak volt egy bátyja, falsangkor hazavitte egy nagylányt. Én mentem le arra, ahol volt a lakodalom, behívtak, hogy gyerünk állátóba, mert a bátyja megdűsült. Én gyorsan odamentem a hegedőjé, az utca elkísértük őket oda. Oda a másik lakom. Ott is, aki volt primás muzsikát. Ketten muzsikáltunk, 11 óra, akkor délelőtt elkezdtünk, este van 9 óráig. Muzsikáltunk, széjjel ment a banda, volt egy, az, aki muzsikáltunk, annak az öccse járt itt a temetőn egy lánhó, vittünk haza, azt mondja, gyerünk a temetünk köröztül. Temetünk köröztül muzsikáltunk. De most elmenjünk a nagylány ilyen zenét adni. De hiába adtunk, mi hiába muzsikált, hogy nem gyulladt ki meg a lámpa. Ja, volt ilyesmi is. Volt kedvező időjárásokunkat kicsalogat a vízpartjára. Többen horgászbotot is visznek magukkal, ezért itt most egy hal különlegességet készítünk el, mert valójában mi egészségesebb, mint halat fogyasztani. Tehát mit mutatunk a nézőknek? Hát mai nap folyamán harcsa szelet és pony szelet fog készülni rostélyon. Igen, hozzávalók. Hozzávalók. Harcsa szelet és ponty. Mivel ízesítjük? Ízesíteni fogjuk kis sóval, vegeta, paprika, majd citrommal végén. De fehér borsot is használunk. Fehér bors, igen, és egy fűszerkeveréke ízesítőnek. Megfűszerezzük. Ezeket a harcsa szeleket valójában minden üzletben megvásárolhatjuk. Igen, igen, lehet kapni mindenfelé, és nagyon egészséges, mert cson nélkül megy, könnyű a fogyasztása. Hogyan egészségesebb fogyasztani a halat, hogyha a rostélyon készül, vagy pedig zsírban, olajban? A rostélyon szintén nagyon is finom, de lehet olajon is. Mert úgy hallottam, hogy egészségesebb zsírban sütni a halat, mint olajban. Mert hogy az olajat magába szívja a hal, a zsírt pedig nem. Sütés előtt a halat meg is lehet olajozni. Ezt így elkészített halszeleteket a forró rostélyra tegyük rá. Forró rostét megolajozzuk. Majd rárakjuk a halszeleteket. Amit először minden szeletet megmártunk lisztbe,
Ez fontos. Ilyenkor nem esik szét. Még egy fontos dolog, sütés közben nem szabad sokat forgatni, átlagában 3-4 percig az egyik oldalát, aztán a másikat, és rostélyonsült hal elkészült. Mi ugyanis az egészséges táplálkozást népszerűsítjük. Nemigen van olyan falusi, aki ne fogyasztana szívesen sonkát, szalonnát, kolbászt. Ez Kisorosz vonatkozásában ugyancsak elmondható, azzal a különbséggel, hogy a település halastavat üzemeltető étteremmel is rendelkezik. A szép környezet kiváló lehetőséget nyújt a vidéki turizmus fejlesztésére. Amikor beköltöztem a faluba, meglehetősen elhanyagolt állapotban volt ez a földterület. Elhatároztam, hogy hozzájárulok a megszépítéséhez, és egy hangulatos éttermet varázsolok ide, szép környezetbe ágyazva a létesítmény. Több éves munka eredmény ez az étterem. A vendégeket lenyűgözi a természet szépsége. Az étteremben uniós mércék szerinti szolgáltatásokat nyújtunk a vendégeknek. Dédelgetett vágyam, hogy lakosztályok kiépítésével bővítsem kínálatunkat. Halastavuk van. Szeret horgászni? Szenvedélyes horgász vagyok, de én azok közé tartozom, akik szívesebben adnak, mint kapnak. Ez alatt azt értem, hogy a kifogott hallal csupán lefényképezkedem, megcsukolom és visszaengedem a vízbe. A környezetvédelemre ugyancsak nagy hangsúlyt vetünk. Szívesen fogyaszt halat? Szeretem a halhúst, de ritkán fogyasztom. Műsorunk végéhez értünk, holott lenne még bőven bemutatni való. Nem marad más hátra, mint hogy vendéglátóimnak megköszönjem a szívélyes fogadtatást, önöknek pedig, kedves nézők, hogy velünk tartottak. Szórakoztató műsorunkat zenével kezdtük, és zenével is fejezzük be. Búcsúzóul hallgassák meg a helybeli együttes muzsikáját. Valamely magyar lakta településen készülő következő műsorunkig a legjobbakat kívánva búcsúzom nézőinktől. A viszontlátásra! Végig, végig, alany után végig, minden kis kapuba virág nyílik, minden kis kapuba kettő három, sejtsak az enyém, elmaszt el a nyárom. Minden kis kapuba kettő három, sejtsak az enyém, elmaszt el a nyárom. Ez a kisvány férhez akar menni, a szomszídja el akarja menni, édes lányom, ne hagyjál itt minket, mi lesz velünk, ha te itt hagysz minket. Édes lányom, ne hagyjál itt minket, mi lesz velünk, ha te itt hagysz minket. Az a kislány szilós pancikája, nem teszi már többet a hajára, tedd el lányom alád a fiába, jó lesz az a kislányod hajába. Tedd el lányom alád a fiába, jó lesz az a kislányod hajába. A lányom lesz, jó lesz a hajába, ha fiad lesz.
hát a kárdás alapjába. Halányom lesz, jó lesz a hajába, a fíjat lesz a kárdás alapjába.